A koronavírus járvány lecsengésével már mindenki azt hitte, hogy fellélegezhet a világ, és a dolgok szép lassan visszatérnek a rendes kerékvágásba. Azonban egyáltalán nem így alakultak az események. 2022-re minden bizonnyal úgy emlékeznek majd a történészek, melyel a következő évtizedet is meghatározó folyamatok indultak be. Hosszú békeidőszak után 2022-ben Európát újra fegyverek dörgése rengette meg, amikor Oroszország február 24-én háborút indított Ukrajna ellen. Moszkva a szakadár Donyecki és a Luhanszki köztársaságok felszabadításáért indított úgynevezett különleges katonai hadműveletet. Decemberben ezeket már Vlagyimir Putyin is háborúnak nevezte. A harcokban több tízezer ember halt meg, az ENSZ becslései szerint közöttük 6700 civil áldozat volt. Ukrajnából pedig csaknem 8 millióan menekültek el. Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a Time magazin az évemberének választotta. Ukrajna világvezető lett. Nemzeti színeink a kék-sárga, a bátorság és a szabadság nemzetközi jelképeivé váltak az egész világ számára, jelentette ki az elnök parlamenti beszédében. Az agresszió és a nemzetközi megállapodások felrúgása miatt a nyugati országok szankciókkal sújtották Oroszországot. Ezek elsősorban a nyugati technológia eladásának leállítását, illetve az orosz nyersolaj és finomított kőolajtermékek bojkottját célozták. A nyugati országok több milliárd dollár értékű fegyveres támogatást és humanitárius segélyt küldenek Ukrajnának. Mindez Európában tovább súlyosbította a Covid által már megtépázott gazdaságokban dúló inflációt és bizonytalanságot okozott a téli energiaellátásban. Miközben a világ nagy része 2022-re már feloldotta a Covid miatt bevezetett szigorú korlátozásokat, Kínában ezeket sokáig fenntartották. Végül tiltakozások kezdődtek a zéró Covid politika miatt. A vezetés engedett, viszont emiatt negyedmilliárdnál is több fertőzöttel robbant be a járvány. Kiterjedt tüntetés hullám indult el Iránban egy fiatal nő halála kapcsán, akit az erkölcsrendészet tartóztatott le, amiért nem megfelelően hordta a fejkendőjét. Mahsa Amini halála kapcsán indult tüntetésekben több mint 300-an haltak meg, és ezreket börtönöztek be. Elhunyt II. Erzsébet angol királynő. A 70 évig trónon levő uralkodót az egész világ gyászolta. A gazdaság Brexit utáni gyengélkedése miatt egy éven belül három miniszterelnök adta egymásnak a Downing Street 10 kulcsát. Franciaországban Emmanuel Macron megőrizte az elnöki székét a választásokon. Olaszországban pedig jobboldali fordulatot hozott a szeptemberi választás. Így Giorgia Meloni lett az ország első női kormányfője. Az Egyesült Államokban a demokrata párt elvesztette a többségét a képviselőházban az időközi választásokon. Azonban elmaradt a republikánus vörös hullám. A szenátusban a demokraták megőrizték többségüket. Az elmúlt év az időjárás szélsőségei miatt is emlékezetes lesz. Áradások, erdőtüzek és asszály okozott károkat Európában, Észak-Amerikában pedig a sarkvidéki hideg. Argentínában a történelmi siker éve lett 2022, az egész ország önfeledten ünnepelte futballválogatottjuk győzelmét a katari világbajnokságon.